A topolyai Caprioló cég több mint 20 országba szállítja kerékpárjait. Az elsősorban exportorientált cég vezető szerepét a szerbiai piacon is igyekszik megőrizni. Jelenleg 150 alkalmazottja van. A legújabb a Prosperitáti Alapítvány által támogatott beruházás megvalósulását követően ezt mintegy 180-ra tudják majd növelni. Egy kerékgyártó, kerék abroncs és kerékgyártó gépsort vásároltunk meg, és annak a csarnokát fogjuk létrehozni. Ez mellett még egy 2000 négyzetméteres csarnokot, ami szintén ezeknek az üzemeknek az alapanyag és a kéztermékraktár rozását fogja elősegíteni. Ezen kívül festőüzemet létesítettek, ahol finom festést tudnak végezni, ami a nyugati piac támasztotta követelmények miatt is fontos. A kerékpárgyár szomszédságában található M-Commerce eddig legnagyobb részt bútorlapokkal kereskedett, de foglalkoztak egyedi bútorgyártással is. Ezt a tevékenységet szeretnék most továbbfejleszteni. Mi eddig is már 3-4 éve gyártunk bútorokat, egyedi bútorokat, de egyszerű tervezéssel, klasszikus gépekkel, ami nagy mennyiségben, ha gyártanánk így, az nem kifizetődő, nem rentabilis. Ezért egy teljesen modern, a legújabb technológiát felhasználva terveztük meg egy teljesen új gyárnak a fölépítését. A Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője elégedett a megvalósult és folyamatban lévő beruházásokkal. Elmondta, ezekre a vállalkozásokra az egész vajdasági magyar közösség büszke lehet. A délután folyamán egy silóalkatrészgyárat, egy bicikligyárat, bútorgyárat és egy lánzgyárat tudunk meglátogatni, ami azt gondolom, hogy a vajdasági magyar közösség, a vajdasági magyar vállalkozók becsületére tud válni, mint az eddig foglalkoztatottak, mint az új munkahelyek vonatkozásában és a tevékenység színessége értelmében is. A magyarországi küldöttség, Magyar Levente miniszterhelyettes, Babits János szabadkai főkonzul és Pintér Attila belgrádi nagykövet, valamint a Prosperitáti Alapítvány képviselői és Pásztor István a VMS elnöke a vállalkozókkal együtt Bácskosútfalván folytatták körútjukat, ahol sajtótájékoztatón ismertették a Prosperitáti Alapítvány újabb pályázati körének részleteit.